a fő pontok, mik történtek 2013-ban? Mennyire elégedett a lakosság, mennyire elégedett az önkormányzat a polgárőrség munkájával? Hát én azt gondolom, hogy alapvetően a lakosság elégedett lehet, mert a bűncselekmények száma azért nagy mértékben csökkent. Természetesen vannak kiugró momentumok, de összességében szerintem az önkormányzat is és a lakosság is elégedett lehet a munkánkkal. Mi elsősorban a bűn megelőzésben vállalunk szerepet. Tulajdonképpen a bűncselekmények típusa az nem nagyon változott az elmúlt időszakban, tehát a legtöbb bűncselekmény az általában ilyen besurranás, betörés, gépkocsi feltörés és lopás, tehát ezek a jellemző bűncselekmények Budakeszin. Milyen gárdával sikerül segíteni a rendőrség munkáját, a közbiztonságnak a garantálását? Úgy értem, hogy nőtte az állomány, stagnál, mekkora az érdeklődés a polgárőrség iránt Budakeszin? A létszám az nagyjából stagnál, tehát ez a közel ilyen 70-75 fős taglétszámunk van, de ebből, aki aktív szerepet vállal a mindennapi munkából, ez ilyen 12-15 fő, akikre napi szinten számítunk, és a rendezvényeket is, meg a bűnmegelőzést is rájuk alapozzuk. Gyakorlatilag fiatalodott az állomány, tehát ez egy fontos momentum a egyesületünknek, hogy az idősödő korosztályt sikerült egy kicsit felfrissíteni. Milyen a szervezetnek az infrastruktúrája, gondolok itt járművekre, telefonokra, tehát ami segíti az önök munkáját? Hát van 2 darab gépkocsink, sajnos ezek közül már mind a 2 erősen elhasználódott, úgyhogy majd itt a beszámolomba ki is térek rá, de tervezzük a cseréjét. 1 darab gépkocsit szeretnénk a közeljövőben, amelyik egy jó állapotú fiatal gépkocsi. Van szolgálati telefonunk, ugye az autókba beépített GPS nyomkövető rendszer, tehát a technikai feltételeink azok jók, jónak mondhatók. Mikorra várható a tisztújítás? Várhatóan a következő taggyűlés, rendes időben, ami lesz taggyűlés, következő év, tehát 2015. februárjában várható. Elsősorban a megkezdett úton haladunk tovább, dolgozunk a város közbiztonságáért folyamatosan, ami feladat van, ami adódik, arra összpontosítunk mindig. Én ezúton is köszönöm a budakeszi polgárőrségnek a munkáját, mert azzal, hogy ők Budakeszi utcán járőröznek, és látható a polgárőr gépkocsi, én azt hiszem, hogy minden rossz szándékú embernek egy kicsit meginoktatják azokat az elképzeléseket, hogy itt valamilyen cselekményt kövessenek el az itt lakók ellenére, ami hát jogszabályba vagy meg törvénybe ütközik. Úgyhogy én nagyon fontosnak érzem, ha más nem is csinálna a helyi polgárőrség, csak rendszeresen járőrözne, már az is nagyon sokat számítana, de hát emellett együtt működnek a rendőrséggel, meg a közterületfelügyelőkkel, és itt budakeszi akciókban részt vesznek, ami szintén nagyon fontos része a munkájuknak. Ugye a Budakeszi Városi Önkormányzata minden évben támogatta és támogatni is fogja a polgárőrséget, mert a közbiztonság szempontjából egy olyan tényező, amivel fontos foglalkozni. Statisztikailag kimutatható, hogy csökkent, visszaszorult egy kicsit a bűnelkövetések száma. Gondolom ez köszönhető egy kicsit a szervezetnek is. Természetesen ez egy nagyon összetett folyamat, nagyon sok szereplője van a bűnmegelőzéstől kezdve, és hát talán a bűnmegelőzési folyamatban van a polgárőrségnek a legfontosabb szerepe, egy valamiféle visszatartó szerepe, és ez egy nagyon fontos társadalmi érdek is, település és össztársadalmi érdek is. És gondolom, hogy a munkájuk azáltal is nő, hogy hál' Istennek Budakeszin nagyon sok a városi rendezvény, amit ők biztosítanak többek között. Természetesen a munkájuknak ez is egy szegmens, ez is természetesen nagyon fontos, hiszen itt a lakosság is találkozik velük személyesen is, és hát a tagság is ezáltal is bővül, hogy látják, hogy ők ott dolgoznak, hogy egyébként részt vesznek a helyi közösségnek az életében ilyen formán is, tehát én szerintem is ez egy nagyon fontos szerepük. Működésünk legfőbb bázisát elsősorban a város önkormányzata biztosítja, amelyért a legnagyobb köszönettel tartozunk. Remélhetőleg a most megválasztott új önkormányzat, amelynek ezúton is gratulálunk, és hasonló eredményes munkát kívánunk, feltehetően ugyanolyan fontosnak tartja majd a város eddigi jó közbiztonságának megőrzését, továbbra is támogatja a rendőrséget és a polgárőrséget nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is. Szakmai munkánk legfontosabb támasza és alapja a rendőrséggel való jó együttműködésünk. Számos rendezvény biztosításában, az esetenkénti együtt teljesített szolgálatban konkrét tapasztalatot gyűjtenek polgárőreink a közbiztonság gyakorlati tevékenységéről. Nem szeretnénk megfeledkezni a nagy öregekről, az elődökről, akikre, ha szükség van, mindig számíthatunk. 2 területen fontos változás következett be,
az életünkben. Első a Vadas Park, ahol a rendszeres magán és céges rendezvényekkel megsokszorozták a látogatottságot, ezzel a bűncselekmények száma is jelentősen megszaporodott. Valamint a parkolás és a közlekedés zavartalan lebonyolítását is meg kellett szervezni. Ezt a kihívást sikerrel teljesítettük, és azóta is folyamatosan sikerrel teljesítjük. Ezen nagy létszámú rendezvényekkor és hétvégenként gépkocsi feltörések már nem jelentkeznek. A másik kedvező helyzet a középiskolások kötelező gyakorlati munkavégzést előíró oktatási rendelet, amely ezt a tevékenységet elismeri a polgárőrségben végzett munka révén. A Nagy Sándor József gimnázium igazgatójával megegyeztem még a rendelet életbe lépése előtt, és befogadtuk sorainkba az önként jelentkező diákokat, akik erősítik munkánkat, és közben megismerik a közbiztonságért dolgozó polgárőri és rendőri tevékenységet. Remélhetőleg lesznek, akik kedvet kapnak a rendőri hivatáshoz is ezáltal. Nehézségeink sorában a legjelentősebb, hogy mindkét gépjárművünk elérte a használhatatlanság határát. Mindketten a felnőtt korba léptek már. Az elnökség döntött az együttes értékesítésben, és helyette egy darab négy kerék meghajtású, a külterületek bejárására is alkalmas 1-2 éves gépkocsi vásárlását tervezi. Ehhez jelentős támogatás megszerzése a legnagyobb feladat, hiszen 2 elhasznált autónk nem képes elegendő fedezetet nyújtani a vásárláshoz. A fenti fontos gondolatok után néhány konkrétum a teljesség igénye nélkül az elvégzett munkánkról. A város és intézményeinek fontosabb rendezvényei, melyeken a polgárőrök a biztosítást végezték. A farsangi bálok, farsangfarka rendezvény sorozat, gyermeknapi rendezvények, családi napi rendezvények, Mártonnap, Bécs-Budapest maraton, a Marabu Budakeszi, Minden Szentek nap és Halottak napja, az intézmények sorában a Prohászka gimnázium ballagása, a tanévnyitók és tanévzáró ünnepségek, és az iskola kezdéskor a kisgyermekek biztonságának védelme a zebrákon, a nemzeti ünnepeink biztosítása, szoboravatások, többnapos ünnepek alatti fokozottabb közterületi jelenlét. Mindezekhez az alábbi statisztikai számok tartoznak. Gépkocsizó járőrszolgálat 389 alkalom 1250 óra. Gyalogos szolgálat 87 alkalom 455 óra. Rendezvénybiztosítás 32 alkalom 677 óra. Kegyeleti biztosítás 5 alkalom 80 óra, közterületfelügyelők és egyéb rendezvények 290 óra, rendőrséggel közös szolgálat 580 óra. Összesen 3332 óra teljesített, ami több mint 10%-os emelkedés 2012-höz képest. A pénzügyi és a már említett technikai nehézségeinket figyelembe véve, tehát összességében sikeresnek értékelem a 2013-as évet. Meg kell említenem még egy rendkívüli eseményt, ami 2013-ban történt. Bizonyára mindannyian emlékszünk a március 15-i rendkívüli időjárási katasztrófa helyzetre, a hóesésre, amikor is a budakeszi polgárőrök is segítségükre siettek a bajba jutottaknak. Konkrét feladatként kaptuk, hogy terepjáró autónkkal élelmiszert és forró teát juttassunk az autópályán és az egyes úton rekedteknek. Szerencsére ekkor terepjárónk üzemképes volt, és ezt a feladatot is sikerrel végrehajtottuk. Hogy állunk a felszerelésekkel? Az OPS bevezette az egységes formaruházatot, melynek beszerzése folyamatos. Elsősorban a pénzügyi fedezet és az elhasználódás függvényében történik. Az el nem végzett feladataink sorában fontosnak tartom a pályázatok figyelését és írását, ami eddig a titkári tevékenység munkájából elmaradt. Ezért is tartom fontosnak és elmaradhatatlannak a vezetőség lemondott tagjainak újraválasztását és a megfelelő alkalmas és megbízható személyek kiválasztását a jövőben, valamint a feladatok pontosítását és átszervezését. Társaságunk összbevétele a vizsgált időszakban 2.449.263 forint volt, és ezzel szemben a kiadások a tárgyévben mindösszesen 2.155.699, tehát több a bevétel, mint a kiadás. Na nézzük részletesen a bevételeket. Tagdíjak 150.000 forint volt, magánszemélyek támogatása 47.500, Országos Polgárőr Szövetségnek a támogatása 462 000 forint,
Budakeszi város önkormányzata 344.923 forint, és SZIA-1%-ból pedig befolyt 51.377 forint, és különböző adományok pedig 385.610. Ezeket a számokat összeadjuk, úgy jön ki a 2.449.263 forint. Most nézzük a kiadásokat. A dologi kiadásaink a következőképpen alakultak. Üzemanyagra fordított költség 182.700 forint. Cégautó adó 462.000 forint. Itt van egy megjegyzés, ezt indokatlan tartjuk, körülbelül a duplája annak, amit a megítélésünk szerint a törvények előírnak, úgyhogy erre nem ártana egy kezdeményezni és egy vizsgálatot, vagy legalábbis egyfajta beadványt ezzel kapcsolatban írni, hát ha sikerülne visszaszerezni ebből a pénzből. Karbantartásra, autójavításra, szervizelésre fordított össz 70.200 forint. Nyomtatványra, irodaszerekre fordított költség 77.338 forint. IT fejlesztésre 112.447 forint ment. Védőruha, védőital és ételre 61.510 forint, és 9.000 forint tagsági díja és befizetésre került. További kiadásaink részletezve. Posta, telefon, távfelügyelet 216.753, könyvelés, jogász költsége 37.500, egyéb szolgáltatása 144.647 forint, hatósági díjak 32.000 forint, banki költségek 24.399, biztosítási díjak 64.003 forint. A kapitány véd Kft. Részére 121.460 forint került kiadásra, lopásból eredő káresemény 43.500 forint. Tehát ezeket a dolog és egyéb kiadásokat összeadjuk, így jön ki a 2.155.699 forint. Ebből végül is megállapítható, hogy és ellenőrizhető volt, hogy a bankszámlánkon az év január 1-én 293.568 forint volt, pénztárunk záró engyelenlege 4.364 forint, nyitó pénzeszköz állományunk az év elején mínusz 94.528 forint volt, pénzügyi maradványunk 293.568 forint. Nyilván ez a 293 a bevétel és a kiadásnak a különbözete. A fenti számok tükrében megállapítható, hogy anyagi helyzetünk nem javult számottevően az előző évhez képest. Ugyan kevesebbet költöttünk például üzemanyagra, továbbra is számítunk a támogatóinkra, adományozóink nagy lelkűségére. A felügyelő bizottság megállapításai szerint tehát a 2013-as pénzügyi év társaságunk évet eredményesen zárta.